lábvezető technikát fogjuk megmutatni. Egy picit finoman hozzáérek a kolléganőmhöz, tehát hozzáérnék a látó személyhez, és akkor így elindulunk. Ő megy mindig egy picit előbb, és a váratlan akadályokra fel tudja hívni az én figyelmemet, hogy mi fog következni. Egy ismeretlen helyszínen így kell segíteni a látássérülteket, hogy helyet tudjanak foglalni. Fontos a segítőkéz nyújtása, és hogy mindig felhívjuk a figyelmet az esetleges akadályokra. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete a média számára szervezett érzékenyítő sajtótájékoztatót, de a jó tanácsokat természetesen mindenkinek érdemes megfogadni. Mindenki azt gondolja, hogy a látássérültek, ők egész életükön át betegek. Sokszor szokták is használni ezt a kifejezést, hogy mi betegek vagyunk, vagy szoktak erre utalni, nem. A látássérülés az egy állapot. Lehet veleszületett, lehet balesetből kifolyólag, vagy lehet különböző betegségekből látássérültnek lenni. Ez egy nehéz érdekvédelmi feladat az Egyesület számára is, ehhez azonban szükség van a társadalom nyitottságára. Sokszor helytelen kifejezéseket használnak a látássérültek megszólítására. Ilyen negatív példa a látáskorlátozott és a fogyatékkal élő. A helyes kifejezések közé tartozik a fogyatékossággal élő, a látássérült és a vakvezető kutya. A kifejezések a legvisszataszító, és amit a látássérültek a legjobban, amire a legjobban ugrunk, ez a világtalan, tehát nem vagyunk világtalanok. Mi ugyanabban a társadalomban élünk, amiben bárki más, ugyanebben szeretnénk aktív tagok lenni, ugyanebben szeretnénk megmutatni az értékeinket, és ugyanebben a társadalomban szeretnénk ledönteni azokat a sztereotípiákat, hogy minden látássérültnek van vakvezető kutyája, hogy mindenki használ fehér botot, hogy mindenki mindent és mindenkit megtapogat. Nem. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a látássérülteknek nincs szükségük sajnálatra a társadalom részéről, mivel ők nem betegek, nem egy külön világban élnek. Amit viszont szeretnének elérni, hogy az akadálymentesség elve az online és az offline térben is minél nagyobb szerepet kapjon.